cuccot. Á! Azt is meg tudom csinálni, ugye? Én akkor gondolom kell hozzá szén. És egy kvarc az működik? Vagy kell hozzá recept nekem? Úgy égetem. Locsolni kőne. Nem vettem ki a locsolómat. Hol a locsolóm? Ott van a locsolóm. Hú, nagyon kell az inventory bővítés. Azt mondja, hogy a zöld babból lett 3 sima. Azt megtartjuk. Mit szedtem még le? Krumplit szedtem le? Most jó, beszkuráltam ide. Mit szedtem le a babon kívül? Azt hitted, hogy lefagyott a stream? Nem, csak lassú vagyok fejben. Ez csak az, ne keverjétek össze. Krumplit. Jó, a... Csak a paszternákból kell nekünk... Ja nem, egyet el kell vinni. Farfiolom még nincs. De terem a karfiolom, ugye? Még a karfiol hiányzik. Igen, az a 2 ott a karfiol, azt hiszem. Jó. Nem mondom ki a nevet, Bence. Elviszem Robinnak ezt a izét, megvesszük az upgrade-et. Ott közben elkészül. Igen, a karfiol az még nő. Akkor lenne baj, hogyha férfi lenne, de... Jaj, ez az. Ha már magáznak a fiatalok, akkor mondhatok ilyen vicceket, nem? Robin! Gyere, szállj be a Batmobilba! Na, nem. Nem. Na, most eszembe jutott ma reggel ez a mi. Jaj, ilyen rossz lehet úgy fiatalnak lenni, hogy nem ismered ezt a viccet. Itt a szerelmem amúgy, hello. Mikor ráviszed a kurzort az itemre a ládádban, és elkezd villogni a közösségi ház ikonja, akkor az kell. Á, mert láttam, hogy ott izé villogott. A melyik szányban van Robin itt? Nem? Hogy itt? Szia! Meghoztam a baltádat. Majdnem levágtam az ujjam a másikkal, amit kevésbé szeretek. Köszönöm. Nagyon szívesen. Jó. Inventorizunk. Igen, annyira röhögök, hogy a gyepen kezdek el pecázni. Nagyon nőnek a kis narciszok. Itt van a boltba a hátizsákem pírem, ugye? Ja nem, ott az az. Eladó. Hátizsák fejlesztés. Dur! 2000 money! Oda nézzetek. Yes! Szuper! És kellene még babot ültetni. A babból kell arany? Tehát azért kéne még izé, kéne még venni babot. Bár nem, mert azt mondtátok, hogy spóroljak az eperre, de tekintve, hogy a bab megmarad. 10 nap. Valamennyit azért kéne venni. Nem. Mondjuk, ha abból nem kell arany, csak a paszternákból. Csak akkor már legyen egy, 2 veszek. Át lehet helyezni amúgy a babot?
Kettőt veszek, de csak OCD miatt. Majd mindjárt. Nem. Jó, kell a Kovács. A Kovács János. Béla, Péter. Nem tudod áttenni. Melyik a Kovács? Itt van a Kovács. Hello, tört föl a geódáimat. 25 gér töri föl. Mekkora egy paréj vagy te, bazd meg. Mármint te, bocsánat. Kaptunk valami zöldet. Be kell adni a múzeumba? Megkövesedett ragacs. Jó. Elvisszük a múzeumba. Túrjam a kukákat. Ennyi mindent már nem tudok fejbe tartani. Ez a játék, ez túlmutat az én képességeimén. Most azt nem tudom, hogy melyik a múzeum, azt keresem, mert hülye vagyok. Melyik volt a múzeum? Ja, ott, vissza. Pepe. Ja, ez az, köszi. Ó, még csak most adja be az alapküldetést. De hát már van, amit beadtam a vagy nem? Igen. Ki van fogyva a múzeum? Hogy? Rendkívüli. Ez nagyon régi. Boldogan áttanulmányoznám. Burkoltan megkér, hogy adományozzunk. Adományozok neked mindent, jó? És cserébe ő is ad nekünk dolgokat. Legyen így. Jó. Én a kukában találtam gyémántot. Ja, rossz szerencsenapon nem érdemes a geódákat se feltörni. Aha. Inventoryban van még valami, amit adományoznom kéne amúgy? 250 pénz, nagyon jó. Márninak a kvarc. Hazamegyünk a kvarcot, elvisszük Márninak. Ha már van nálam narcisz, akkor adni kéne a csajomnak egy ezüstöt. Az ezüst az több barátság pontot ad? Sztori van? Fúj, ez büdös. Akkor húzd fel a gatyára, mi? Ja, hogy a izé büdös, a csatorna. Ez miért van zárva? Fel akarom fedezni a csatornát. Azt hiszem Gunternél van a kulcs. Gunter professzornál, aki a múzeumot vezeti? Miből gondolt, hogy nála van? Egyszer láttam egy nagy régi rozsdás kulcs esett ki a zsebéből. Egy ilyen ijesztő csatorna ajtóhoz pont egy ilyen nagy régi rozsdás kulcs illik. Aha! Valami ott slattyogott. Valami mozgolódik odabent. Amúgy én sose jártam a csatornába ebbe a játékba. Szerintem nem is volt csatorna, amikor én ezzel játszottam. Bár lehet, hogy... Fogalmam sincs, mi van ott. Jézusom! Megijedt a kis Nessali karakter is. Amúgy ott volt loot. Ott volt, én csak a lútér azért oda lemennék. Nem is tudom, hogy hol van a csatorna. Szerelmem! Hogy hívják a csatorna? Hayley! Virágot a virágszálnak! Itt vagy? Nem itt volt legutóbb? Na bazd meg, nincs itt. Csütörtök van. Van, akinek nincs meg Hayley Google naptárja? Nincs itt. Odébb volt egyen.
Diablo-t gépről fogom-e játszani? Hát a streamet mindenképp gépről nyomatjuk pénteken, aztán meglátjuk, hogy három embernél többet érdekel-e a Diablo. Ha igen, akkor nyomatjuk gépen, és akkor nem játszok off-stream. Aztán majd, ha megunjátok, akkor szerintem telóról fogom nyomni én is utána, hogyha már nem streamelem. Nem, a szőke lányt keressük, hogy odaadjam neki a virágot. Amúgy. Ja, mondtátok, hogy otthon megtalálom? Mindig ezt mondjátok, aztán mindig befürdök. Ja, tényleg vasárnap lesz a szülinapja, azt meg kell várni. Ú, de jó, hogy mondod. Melyik volt? Már lehet, hogy hiba. Igen, Martin, köszönöm. Akkor vasárnapot megvárjuk. Le se fogom tudni adni az ajándékot, mert 5 óra van, már mindenki megy haza csicsizni. Na, ennyi már, te... Istenem, te böhöm pellér, retekegér! Úgy, várja, bab. Mert csináltok, ezért vettem 2 bab. Várja, és akkor a bab alá is tudok trágyálni? Mindig rám kell szóljatok majd most, hogy trágya. Ezt előbb elvisszük. Kinek viszem ezt? Márninak. Az volt a állatos. Már megint rossz irányba jöttem. Az. Art Ghost, köszönöm szépen a feliratkozásod. Na, már megint elakadtam. Na, köszi Art Ghost, Toa, Blanka, Laci, Leto, Csoki Szörp. Köszi, srácok. Itt volt a Márnyi? Nem, ez zárva. Hol volt ez a nő? Vagy most bezárt, úgyhogy Igen, ez a tanyája. A tanyáján lakik? Igen, az csak 4-ig van nyitva. Jó, mondjuk holnap is odaadhatjuk neki. Akkor viszont... Mit akartam még ma csinálni? Keressük a kocsmában? Végül is. Akkor már nem akarnám az időt pazarolni, hogy oda megyek. Ja, ott lakik, igen, csak az 4-kor bezárt. Oldjuk meg a babokat, meg öntözzünk, mert... Ja. Most már nem megyünk akkor kalandozni. Szóval, kell trágya a bab alá, srácok? Biztos válaszoltatok az előbb, csak nem láttam, mert... Tudjátok, a figyelmem az ilyen 10 másodperces zoomer. Jellegű. Gyorsan itten kipakolunk. Azt egyet megtartjuk, meg azt ajándékba. Igen. Jó, jó, köszi. A szenet. Elkészült az egyik krumpli? Tényleg. Akkor a krumplit is eladhatjuk már. Így. Nem, trágya. Látjátok? Még jó, hogy nem tudok oda émelni, és... Az a baj, hogy most amiket már leraktam babokat, azokat nem tudom megtrágyázni. Mert hogy... Ez így... Úgy... Na mindegy. Nem baj, itt már a trágyázott paszternákok nagyon készülnek.
Ez az, nagyon slatykó. Úgy utána, amikor mellé kattintok. Ez az. Jó, és akkor holnap pénzt kell farmolni az Eper fesztiválra. Mert most már csak egy napunk van hátra, ha minden igaz. Remélem nem hagytam ki egy részt se. Olyan egyszerű az az öntözés. Így. Úgy. Az marad nálunk. Igen, ez is marad nálunk. Így. Atotat, köszi neked is a 6 hónapod. Egyelőre nem úgy néz ki, hogy lesz Atotat. Egyelőre nem. Betegség miatt itt a tervek azok félrementek sajnos. De viszont... Figyelem, figyelem, közel van egy hype vonat, most meg lehet pörgetni egy kicsit a farmolást. Most úgy érzem, hogy valamit elfelejtettem. Ti is úgy érzitek, hogy valamit elfelejtettem? Vagy ti nem érzitek úgy? Majd meg kell nézni a közösségi központba a dolgokat. De jó, akkor ez a nap megvan. Amúgy rohadtul fáj a nyakam, olyan izomlázam van. Ezért nem szabad kimozdulni, bazzeg. Ja. Akkor a holnapi nap nagy pecázások lesznek. Talán az a legjobb ilyen instant pénzszerzésünk most. Én még nem kaptam házi állatot, nem. Nem tudom, hogy hogy kell házi állatot szerezni, de nem kaptam ilyet. Igen, tartós tejet már nem veszek, ezek már az utolsó sóhajó. Na, még van energyim, de most már nem megyünk el. Mondjuk még egy fát kivághatunk. Vagy bányászhatunk. Írthatjuk a természetet kicsit. Már nincs helyem a lootnak, szóval egyébként ez is butaság. Ja, de van helyem a lootnak. Hát, mert vettünk táskabővítést. Minden is elfér. Nagyon jó. Ez itt mi, szikla? Én egy ilyen fejlámpa. Lehet fejlámpát szerezni a játékba? Úgy. Jó. Aj, már megint későn fogunk lefeküdni. Alvás! Junior, köszönöm a giftet, és Ádám nagyon szépen köszi a csírt. Na, egy újabb 340 gold a zsebbe. Pam-pam. Kiválóan haladunk, és esős nap nem kell öntözni, csak a farmolások fognak menni. Holnap tiszta napos idő, és holnap van a tojásfesztivál. 9 és 14 között. Nagyon izgulok, hogy el ne roncsam a tojásfesztivált. Ma nincs szerencsés napunk sajnos, ez nem fog jól jönni. Levél. Jó. Tojásvadászat. Jó. Gyorsan. Tudj. Ma van a szülinapja a csajnak? Úristen, megint furcsa hangok. Jó. A kvarc meg a narcisz. Jó, és amúgy pecázni megyünk, szóval amúgy nem kellenek ezek a dolgok. Úgy.
holnap. Egy napon van a szülinapja a fesztiválla? Hát akartok verni már megint. Még nem készült el semmi, ahogy nézem. Vasárnap van. Ja, szombaton van a fesztivál, és vasárnap van a szülinapja. Aha. Akkor ezt nem kellett volna elhozni. Köszi. Mi adja ki a titokzatos hangokat? Hát majd megtudjuk. Na. Aha. Hayley születésnap, igen. Hayley. Na, ki kell nekem? A farmos csaj kell nekem. Mikor nyit a farm? Ezen a héten adtam már neki ajándékot, azért nem akarjuk a szülinapja előtt. Kilenckor. Jó, addig peckózunk ki. Azaz. A domolykó. Hát nagy domolykó halászok vagyunk. Új petszabotra, köszi Leto. Jé! Alucard, KV Junior, még egyszer köszi. Többször is lehet valakinek ajándékozni egy héten. Néha úgy érzem, hogy Don Quixote vagyok. De nem baj. Most először játszom a tárgyút végig. Szerintem most se fogom végig játszani, ne kergessetek jó álmokat. De régen játszottam vele, és most örömmel játszok vele megint. És rontom el a nehéz halakat. Egy héten kétszer tudsz ajándékozni egy embernek. Mondom, tehát, hogy itt ülök, és minthogyha egy robotgép lennék. Jó, persze, tudom, nem voltak itt. Tudom. És akkor beolvasom a hülye ember üzenetét, hogy a többi ember nevethessen, hogy hülye, és akkor jönnek az emberek, akik azt hiszik, hogy a hülye ember üzenetét azért olvastam be, mert azt hiszem, hogy igaza van. Na mindegy, ez ilyen, mondom, hát szélmalomharc, Don Quixote. Ott van, mekkorát mentem! Ott a harcsa! Yes! Tudom, hogy 9 óra múlt, de hát egy ezüst harcsát fogtam, hát... Fog! Akkor basszátok, már menjen a nyugi. Vizimában el lehet adni a könyveket. Aj, passz. Tessék márni, kösz a pészt. Szeretnek az ember? Hol vannak a szeretetek? Hány a szívecskénél tudom... Haló? Hayleynél miért vagyok nulláson? Ezért adtam neki ajándékot? Ja, hogy külön nézi azt, hogy beszéltem-e vele a héten? Hány szívecskénél tudom ugyebár a megtermékenyít. Mindegy. Miért vagyok nulláson? Hogyha a két ajándékkel egy szívhez. Aha! Ha nem beszélsz vele, csökken a szereted.
Mi folyamatosan föl kell majd hívjam, hogy szia kicsi, mi újság? Ó, te! Na. Szép. Minden nap beszélj vele. Hát meg se találom. Nem tudom, hogy hol van. Na. Jó van, akkor kicsim. Melyik? Itt volt a kicsim, vagy a már? Melyik? Nem tudom, melyik ház az. Itt megnézhetem a térképen. Nem itt lakik kicsim, akkor a másik valaki. Kicsim. De ott van. De hát nem tudok vele beszélni. Nem enged be a hálószobájába, kicsim. Ilyennel is meg kell tanulnod, hogy mikor hol van a kiszemelted. Hírksz ezt ne publikusan. Ez stalker vibes. Én se engednélek be. Én most komolyan ott kopognék vízesen esőtől megázva az ajtótokon, és nem engednétek be. A szép. Az a baj, hogy egyre jobban fáj a nyakam attól, hogy így nézelődött ki a csetre. A mod nézőknek lesz igazuk, nem szabad a csetet nézni. Nem jó. Na, nyugodjál meg, hal. Milyen játékot vársz, Hirx? Letöltötted már a Diablo-t? Ezt ma mindenkitől, aki bejön a chatre és köszön, hogy sziasztok, megjöttem, azt kell kérdezni, hogy letöltötted már a Diablo-t? Erőszakosan elterjesztjük a Diablo-t. Aztán lehet, hogy kiderül, hogy szar, de... Még a végén azt hiszik, hogy az apukám a Blizzardnál dolgozik, pedig nem. Ne már! Nincs nagy haltermésünk ma, igaza volt, hogy nincs szerencsénk. Meg ez meg lemarad a fenéken, én itt meg húzogatom potyára. Azaz. Sziasztok meg! Ez igen, beköszön. Sziasztok, megjöttem és igen, letöltöttem már a Diablo-t. Halihó, milyen az új Diablo? Nem tudjuk, iOS, majd pénteken lesz a stream, csak... Már lehet tölteni, úgyhogy szólunk mindenkinek, hogy... Töltse le! Addig ti megtanuljátok a játékot, és majd mehet a backseat. Mindenki... Mindenki rájön, hogy nem választott szervert, aztán majd... Akkor kezdődnek a problémák. Legendary halakat tervezed majd kifogni. Halad? Nono! Látod, hogy reggel 6-tól este 8-ig nem találom a helyem a játékban, nemhogy itt legendás dolgokat fogdossak. Minden nap legendás dolgot fogdosok, amikor kimegyek pisi... Mi? Majd meglátjuk. De ez csak a mobilos izé, nem a Diablo 4, igaz? Mi az, hogy izé? Diablo, Diablo. Ott van az arany, vándoralóza. Kiváló alga, pecás vagyok. Iosz, köszönöm neked a 13-at, és Katon, köszönöm a donation.
kitartást a vizsgához is. Jó vizsgázást mindenkinek, ha lehet jó a vizsgázás. Elrontottam a lootládát! Nagyon nehéz a lootládát is kifogni. Persze nem az, csak annyi IQ-val, mint az enyém. Torment Mage, köszi neked is az ajándék szabott Lich Mike számára. Köszi szépen. Milyen unott feje van a karakterünknek, hogyha megfigyelitek a pixeleket. Ne kéne találjuk kicsimet. Ja, de nem kéne, mert majd a szülinapján megtalálja. Ja, de beszélni kéne vele. Vajon még mindig ott hol van? Gondolom esőben nem jön ki fotózni. Szia szőke Misi, letöltötted már a diapot. Lehet, hogy ilyenkor nem mer kijönni, nehogy vizes legyen a haja. Ott néznek, ott unatkozik otthon. Engesd be! Nem engedd be. Szia! Egyszerű barátkozni a fákkal. Nekik nincs túl sok mondani valójuk. Ő az én emberem! Leja! Hát na ezzel tudok azonos... Nem, ez butaság. Ez butaság. Át kéne menni egy másik helyre. Fa? Én nem fa vagyok. Hanem entő. Na most az mély vízbe van, vagy nem? Nem itt az ugyanaz a halfajta. Már nem. Sügér. Aranysügér. Good. Good. Este 7-kor hagyja el a szobáját, és átmegy a nappaliba. Vannak itt stalkerek. Köszi! Igen, holnap feleltetés lesz Diablóból. Azt fogjuk kérdezni, hogy hol kell átállítani a szervert. Nem, hát pénteken már éles bevetés van, Martin. Holnap lesz a feleltetés. Pénteken már játszani kell. Tényleg a csatorna kulcsot, akkor majd el kell kérjem a múzeumos faszitól? Vagy majd odaadja, ha eleget gyűjtöttem. Vagy majd tudni fogom, majd meglátom. Nem jóból csinálom, csak... Csak hogy ez tiszta legyen. Na nyugi. Hopp, hallottam, hogy kicsim kijött. Hallottam. Úgy az nem ő volt, de megnézzük, hogy átmente a nappaliba valóban. Ott van kicsim. Szia. Éli figyelmen kívül hagy téged.
kipipáltuk a beszélgetést, ott az X. Nekem amúgy tetszik, hogy ő így nem beszél fölöslegesen, tehát hogy nekem ezzel nincsen bajom. Szerelmi életem egy mondatban. Ne, nyugi. Nem szabad elkesen, nem szabad föladni. Ez egy ilyen haza kell menni. Hősünk csalódottan hazakullog. Na majd a holnapi fesztiválon. Úgy nem kellett volna már megkapjam a kutyuskámat? Valami... Én azt hittem, a játék elején kapjuk meg a házi állatot. Valamit fixen nem csináltam meg hozzá. Na nem majd kiderül. Jó, ezeket eladhatom. Várjatok, a harcsát nem. Harcsa. Yep. Többi az mehet. Fogy. Szén! Alga! Mit kell magammal vigyek a fesztiválra? Á, majd kiderül. Jó! Hát most már este 9, lehet, hogy lefekszünk aludni. Akkor kifújjam az orrom. De majd csak később van a házia. Már nagyon fáj a nyakam. Légy szíves, írjunk be egy szomorú fejecskét, sajnáljunk már egy kicsit. Mindig mondja az asszony, hogy nálatok sajnáltassam magam, hogy ne kelljen neki hallgatni. Nagyon fáj. Tökre rossz. Ah, nem jó. Rossz nekem így. Le is fekszem aludni a Stardew Valley-be. Horgászás 4. szint, újra hasznosító gép. Na és akkor aha, és akkor ezzel lehet majd a szemetet, ugye, Johnny-zni? Köszönöm, srácok. Mindjárt jobban is érzem magam. 270 pénzt kerestünk, az nagyot mentünk azért pénzügyileg. Holnap felhős. Rengeteg pollen. A szerencse ma jó. Na nagyon gyorsan öntözni kell, aztán ki kell purrantani magunkat a fesztiválra. Várjál, kell a kancsó. Na, itt közben elkészültek a dolgok. Ne öntözd, hanem szedjed, te hülye! De ne öntözd, hanem szedd le! Ja, és a trágya ott marad? Oh. És akkor egy helyre csak egy szeket trágyázni, és az ott akkor fixen örökre meg van trágyázva, vagy? Hát hogyan működik ez? Hihetetlen. Ja, kettőig kell odaérni, mert ott nem telik az idő. Hát akkor kettőig bármit csinálhatok, csak ne menjek a főtérre. És akkor jön az event. Viszont lett egy arany paszternákunk. Most már csak 4 kell. Szezon végéig tart a trágya, aha.
Már legalább 6-szor megkérdeztem csak, és biztos, hogy legalább 50-szer leírtátok, de még mindig nem tudom, hogy hogy lesz fejlettebb kannám meg öntözőm meg ezek a dolgok. De ezért jó, hogy a volt komment szekcióban. Ott el tudom olvasni, és el tudom felejteni. Na, szedjél ki mindent. Kell egy karfiol. Kell az aranypaszternák. Ezek eladhatóak. Mária, ezt így rendezzük sorba egy pillanatra. És már nem is kell kipakolgatni. Úgy. Ó, bazd meg. Bocsánat, szépen beszélj. Ez eladható, ez is eladható. Pepe. És akkor van bab, van paszternák, azt egyet tegyünk oda be. Bab, paszternák, karfió, krumpli, akkor ezek megvannak, ezek kellenek a gyűjteménybe. Jó, ez kell majd Haleynek. Asza. Vagy a póri hagyma? Valamelyik hagyma is kellett. De az már lehet, hogy nem kell amúgy. Kovács... Ja igen, a kovácsnál kell fejleszteni. És egy napra nem lesz nálad az eszköz. Aha, köszi Hirksz. Jó. Most nem tudom, elmenjek Pecát, vagy menjünk egyből a fesztiválra? Amúgy kellene most már utat is építeni. Burkolatos út. Ne, faút kell amúgy nekem. Most már kicsit csinosítsuk már ki ezt a szutykos farmot. Üssed ki onnan. Azt nem akartam kiütni, elrontottam, fixel jönnek már, jönnek a varjak. A rönk az útban van. Még. Üssed ki. Majd kitalálom a fáklyázást. De ide meg már lehet a kerítés kéne. Ja, itt a kapu. Ja, ez a kerítés. Aha. Ezt is meg akarom nézni. Hogy milyen. Hogyha innen rakom. Aha. Ez milyen otromba nagy? Ez se rossz. Ide rakom a kaput? Aha. Ezt a nagy rönköt majd ki lehet ütni amúgy. Majd a jobb altával, aha. Köszi. Még igazából lehet, hogy le kéne kerítenem. Lehet, hogy egyszerű. Nem, mindegy, üssed. Ó, az ott nem csatlakozik össze! Kaka.
Most nem tudom, miért kezdtem el amúgy építeni, de nekem tetszik. Akinek nem tetszik, az elmehet. Ne menjetek el, szükségem van rátok, kérlek. Bocsánat, csak vicceltem, sajnálom. Egy, kettő, három, négy... Öt... Egy, kettő, három, négy, öt... Ez itt fog jönni, ugye? Egyel többet csináltam. Vége, it's over. Milyen szép! Nekem tetszik. Ne a izét rakjad oda, Johnny! Ja, megyek már, nyugi, nyugi, ott vagyok már, szerelme, kell valamit vigyek? Megyek már! Ott vagyok! Ott vagy, hello, megjöttem, hello. Hú, bassz meg. Leizzadtam, hozott valaki ide az odort? Jó, nagyon jó, itt vagyunk. Eper. Na most mennyire menjünk nagyot az eperrel? Plüss nyúl. Flamingo. Színes szett. Mi ez a sok fos? Nagyot kell menni? Nagyon nagyot? Az összes pénzet költsd el eperre. Most komolyan? Jó, majd még meggondolom. Így, 15. És akkor most gondolom, beszéljek mindenkivel. A tyúkjaink túlóráztak a fesztivál miatt. Ma a legjobbat érdemlik. Egy nagy tál édes sárga kukoricán. Senki se beszél hozzám sűrűn, én csak a fűszeres tojásokért jöttem. Ott nekem is nagyon jó fűszeres tojásaim vannak. Nyugi. Kicsim? Hol van kicsim? 100 ember közül is kiszúrom. Ott van! Még ki az a fasz, akivel beszélget? Kicsim! A virágtáncot várja Hayley. De húzzál le innen, Alex! Kell egy pofon? Próbálok minden nap 3 tojást megenni. Hát...